Köszöntöm a kedves nézőket! Önök a minden hétköznap jelentkező Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Műsorunk elején nézzük legfontosabb híreink tartalmát röviden. Rádió Szentendre, újraindul a délutáni műsor az FM 91.6-on. Csapadékvíz korszerűsítés, 15 fát vágnak ki a következő napokban a belvárosban. Sport, a Bologna FC egy szentendrei labdarúgót igazolt. Újra Szentendre hazavár. Elindult a héten a Rádió Szentendre délutáni műsora. A 91.6-os frekvencia rövid leállást követően szeptember óta újra eléri a szentendreieket. Helyi híreket, programajánlókat, interjúkat és jobbnál jobb zenéket hallhatnak, ha a 91.6-os frekvenciára kapcsolnak. Nagyon szép délután kívánok mindenkinek, ez itt a Szentendre hazavár, és természetesen a következő két órában, mint minden nap, Schindler Andrást hallják. Így köszöntötte tegnap délután a Rádió Szentendre hallgatóit Schindler András, aki már régi motoros a rádiós szakmában, és több mint 4 éven keresztül hallhatták a szentendreiek, de 1 évvel ezelőtt lejárt a 91.6-os frekvencia, így egy rövid szünet következett a rádió életében. Nagyjából 1 évvel ezelőtt sajnos a Rádió Szentendre 91.6-os frekvenciája egy időre elhallgatott. Egyébként online továbbra is lehetett fogni a rádió adását, rengeteg zenével mentünk akkor, viszont a Rádió Szentendre csapata azon dolgozott ez idő alatt is, hogy minél előbb FM frekvencián szólhasson a rádió. Ezt sikerült elérni, és így szeptemberben, a tavalyi év szeptemberében 2020-ban sikerült elindítani a rádiót. Akkor még egy pár műsor tért csak vissza, viszont a mostani héttől már a délutáni műsorsávot megtölti élettel Schindler Andris, aki ugye korábban is a délutáni műsorsávban kísérte haza a Szentendre Hazavár című műsorban az autósokat. Úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy sikerült elindulni, és folyamatosan azon dolgozunk, hogy minél jobb, minél színesebb műsorokkal töltsük meg az adást. Azt gondolom, hogy ezt sikerült elérni, már dolgozunk azon, hogy a reggeli műsor is elindulhasson, ez egy pár héten belül, lehet, hogy akár már a jövő héten is el tud indulni, úgyhogy hát nagy az izgalom, de nagyon örülünk annak, hogy végre visszaállhatott a rend ide a Rádió Szentendre 91.6-os frekvenciájára. Közlekedési hírek, események, kulturális programok, Sportvilágmagazin. Ez a Szentendre hazavár, amelyben Schindler András várja önöket minden hétköznap délután 5 és este 7 óra között. Nagyon-nagyon örültem, hogy újra elindult az élőadás, ugye a Szentendre hazavár műsora, amely délután 5 és 7 óra között hallható továbbra is, hát 1 évvel később, a Rádió Szentendre 91.6-on, és tényleg nagyon örülök, és vártam már ezt a napot, hogy visszatérjünk. Szerencsére összejött minden arra, hogy a műsor összeálljon, úgyhogy nagyon várom a folytatást. Azok a magazinműsorok, amik ugye régebben is, amik szólt FM frekvencián a rádió mentek, és egyébként online is folyamatosan mentek, azok megmaradtak. Tehát így az Iránytű című magazinműsor, amit Cservenkáné Pál Fizsuzsa készít, valamint a Kávés percek, amit Frenyó Krisztina készít, a VRC Autósport magazin, ezek mind mentek, és a továbbiakban is színesítik a Rádió Szentendre műsorát. Egyébként emellett az Intim részek az egy új műsor, Szilágyi Jánosék készítik, az is egy nagyon izgalmas, a hétköznapi dolgokkal foglalkozik érdekes műsor. Egyébként a túrafüggő, túrablog is hamarosan újra elindul, úgyhogy színes a paletta, még ami újdonságként elmondható, hogy a délelőtti és a késő délutáni műsorsávokban inkább esti műsorsávokban próbálunk kedvezni azoknak, akik most a pandémia alatt nem tudnak istentiszteletekre járni, tehát vallási műsorokat is lehet hallgatni nálunk kora reggel és késő este. Napi témák és zenei kalendárium is helyet kap majd a Szentendre hazavárban, de emellett a korábban megszokott műsorokat is hallhatják majd a helyiek, de természetesen az új ötletekből sincs hiány. Igazából ez egy hazaváros műsor, nagyon fontos, hogy akik autóban ülnek hazafelé tartanak, azoknak tájékoztatásként a közlekedésről mindig szóljunk, de ez igazából egy ilyen olyan műsor, ahol a
azok számára is szeretnénk információt szolgáltatni, akik otthon vannak, és mondjuk minket hallgatnak. Tehát nagyon sok szentendrei hír, nagyon sokat foglalkozunk a szentendreiekkel és a környékbeliekkel, ugye ez nem csak Szentendrét, hanem hát Budakalászt is érinti. Szóval ilyenekkel foglalkozunk, közérdekű hírek, események, minden, ami a szentendreieket érdekli, és a legfontosabb az tényleg, ahogy mondtam, hogy tájékoztassuk az éppen hazatérőket, fiatalokat bármilyen szinten is, úgyhogy itt a zenei kínálatunk is megpróbáltuk ezt összeállítani, hogy a fiataloknak is szóljon, újdonságokkal, dalpremierekkel készülünk, úgyhogy minden, ami kell, az itt lesz. Helyi hírek, programajánlók és interjúk is színesítik majd a Rádió Szentendre műsorát, úgyhogy érdemes önöknek is napközben a 91.6-ra kapcsolni. Juharfa, gesztenye, dió és birsfa is van azok között, amiket a csapadékvíz korszerűsítési munkálatok miatt ki fognak vágni a következő napokban. Hazai Attila főkertész szerint ezek a fák a csatorna nyomvonalán vannak, így nem lehet elkerülni kivágásukat. Összesen 15 fát vágnak ki Szentendre belvárosában február 15-ig a csapadékvíz elvezetés korszerűsítési munkák miatt. A belvárosi csapadékvíz-szennyvíz szétválasztási projekt több évtizedes súlyos környezetvédelmi problémát old meg. A kivágott fák az Ady Endre utcára merőleges kisösvényen vannak, a Mang területe és a mellette levő lakóházak között nőttek ki, egy keskeny, körülbelül 30 méter hosszú sávban. A szentendre.hu azt írja, hogy a fákat azért kell kivágni, mert a csatornát csak ezen a nyomvonalon lehet levezetni a Duna felé. A növényeket az önkormányzat a belváros más zöld területein pótolja, honos méz előfákkal. Az új fák gondozását és öntözését az első 3 évben a VSN ZRT végzi majd el. Az év tájháza címet a Felpéci tájház nyerte el. A falu központjában álló gyűjtemény és a szőlőhegyi présház legfőbb erénye a hitelesség. A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumon belül található. A skanzen főigazgató helyettese egyben a Tájház Szövetség elnöke is, aki az elismerés részleteit mondta el stábunknak. Január végén hozta nyilvánosságra a tájház igazgatóság, hogy a Felpéci Tájház és Falu Múzeum nyert el a rangos elismerést. A tavalyi évtől a határon túli magyar tájházak számára is lehetővé tette a pályázatot a Tájház Szövetség. Az év tájháza kitüntető cím évente egy intézménynek adományozható, amely 100 000 forint pénzösszegből és egy a Tájház Szövetség emblémáját és az év tájháza 2020 feliratot tartalmazó táblából áll, amit a győztes épületre tesznek ki. A beérkezett anyagok elbírálásában meghatározó jelentősége volt a legjobb pályázó helyszíneket bejáró bizottsági tagok közvetlen tapasztalatainak is. A bizottság tagjait a Tájház Szövetség elnöksége kérte fel saját soraiból. A Felpéci Tájház nem csak tagja a Magyarországi Tájházak Szövetségének, ennek a szakmai szervezetnek, ami 2002 óta működik, hanem szoros együttműködésben dolgozunk itt a skanzenben. 2017-ben jött létre a skanzenen belül egy önálló igazgatóság, ez a Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága, és a civil szervezettel, a Tájház Szövetséggel közösen segítjük a szakmai munkáját a hazánkban lévő most már több mint 500 tájháznak. Ezek közül az egyik a Felpéci Tájház, Győr-Moson-Sopron megyében található, gyönyörű, kedves kis falu, és számos közös programunk van, volt, és reméljük lesz is többek között. Két évvel ezelőtt, 2018-ban egy népi építészeti nyári egyetemet valósítottunk meg a Felpéci Tájházban. Az az egyik különlegessége, hogy a helyi közösség hozta létre, és egy alapítvány működteti. Ennek az alapítványnak a vezetője Dombi Alajosné, aki az idén mellesleg, vagyis nem az idén, hanem még 2020-ban elnyerte az év tájház vezetője címet is. Egy gyönyörű szép 19. század második feléből származó egyszerű épület a tájház bent a faluban, amelyet nagyon gondosan rendben tartanak, remek múzeumpedagógiai programjaik vannak,
kiadványokat készítenek, és mellette néhány évvel ezelőtt örökségként rájuk hagytak egy présházat, ami másfél kilométerre található a település belsejétől, és ott tulajdonképpen egy fiók intézménye született meg a tájháznak. A présházat felújítottuk, ebben vettünk részt mi magunk is, és ott egy új állandó kiállítás született, egy növénybemutató kerttel. Iskolásoknak, óvodásoknak, a pedagógusok bevonásával, természetesen a helyi közösség tagjainak a részvételével. Igazság szerint mondhatom, hogy mióta két elismerés létezik, ugye 2004 és 2008 óta, most van az első év, amikor mind a kettőt tulajdonképpen ugyanaz az intézmény és annak a vezetője kapja meg. Ez azért mégis van különbség, hiszen az év tájház vezetője elismerést Dombia Lajosné a Tájház Szövetség elnökségének a javaslatára kapta meg, tehát ez egy belső döntés. Az év tájházára pedig mindig pályáznak, és pályázatot nyújtanak be. A Felpéci Tájház már 2008 óta többször pályázott, és most 2020-ban ezzel a nagyívű fejlesztéssel nyerte el az elismerést. A Magyarországi Tájházak Központi Igazgatósága 2017. április 1-től külön szervezeti egységként működik a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumon belül. Fő feladatkörébe a magyar és határon túli magyar vonatkozású tájházak szakmai segítő és koordinációs, tudományos feladatai tartoznak, valamint a helyben megőrzött népi építészeti örökség. A tájházak fenntartóit és vezetőit tájékoztatja, képzi, szaktanácsadó és mentorhálózatban részesíti és működteti a Szentendrei Bázisú Szervezeti Egység. A felhívásunk ezt minden évben rögzíti és tartalmazza. Mindenképpen alapfeltétel, hogy a tájháznak úgynevezett muzeális intézmény működési engedéllyel is kell rendelkeznie. Ezt a minisztérium adja ki a fenntartó kérése alapján. Jár kötelezettségekkel, ugyanakkor egy minőségi szakmai garancia is, tehát ez a kiinduló pont. Ilyen ma Magyarországon 180 van, tehát potenciális pályázó. De 2020-nak az újdonsága volt az is, hogy meghirdettük a határon túli magyar vonatkozású tájházak számára, és megnyitottuk a lehetőséget, és volt egy kárpátai pályázatunk is. Sajnos a helyszíni megtekintésre nem volt módunk, így hogy az ő pályázatukat áttettük a 2021-es évre. Reméljük, hogy az idén tavasszal már, vagy nyáron legalábbis lehetőségünk lesz elmenni. A feltételek és az, hogy az épület helyreállított legyen, rendezett legyen. Ugye ez mindig lényeges, hogy egy tájház a skanzen épületeivel ellentétben a saját születési helyén marad, abban a faluban, ahol eredetileg megépítették, és ott áll. Enteriőr berendezésének kell lenni. Egy picit az az érzés kell, hogy elfogja a látogatót, amikor belép, hogy mintha a helyiek, a lakók éppen csak most mentek volna ki a kútra vízért. Tehát ilyennek kell lenni a berendezésnek. És nagyon fontos új szempont, hogyha nem minden berendezés enteriőr, de vannak olyan helyek, ahol foglalkoztatót tudnak kialakítani, vagy éppen kiállítást rendeznek, azok szakmailag minőségiek legyenek. És mindenképpen kell, hogy egy tájház a közösséget, a helyieket magához tudja vonzani, legyenek pedagógiai programjai, a kisdiákok, vagy éppen a felpéciek esetében az óvodások egyik nagy kedvence, a nyári táborok helyszíne, hiszen Felpécen már nem működik iskola, tehát az iskolás más településekre hordják, de mégis a helyi kötődést egy ilyen tájház a programjaival nagyon erősen tudja fenntartani, fejleszteni is. A Felpécért Alapítvány által működtetett Felpéci Tájház példaértékű múzeumpedagógiai tevékenysége kiterjed a bemutatóterekre is, amelynek kialakítása újszerű és egyben követendő a hagyományok továbbadása terén. Dicséretes a térség oktatási nevelési intézményeivel folytatott együttműködésük, és a határon átívelő tevékenysége is. Áll a Tájház Igazgatóság hivatalos weboldalán. A Tájház Igazgatóságnak az egyik feladata, hogy a minisztérium, a kultúráért felelős minisztériumnak az úgynevezett Kubinyi Ágoston programjában fejlesztési lehetőséget nyert tájházakat monitorozzuk, segítsük őket, konzultációt biztosítsunk, tehát már ebben a formában is találkozunk az új irányokkal, tehát ez az egyik dolog. A másik pedig, hogy amikor beérkeznek általában ugye nyáron, nyár közepén a pályázatok az év tájháza elismerésre, akkor az elnökség
szövetség felkér a saját munkatársai közül egy bírálóbizottságot, és a bírálóbizottság tagjai végigjárják a pályázókat, megnézik a helyszínen, hiszen egy év alatt is valóban nagyon sok változás történhet, és ez alapján dönt az elnökség a bírálóbizottság javaslatai alapján. Az elismerés alapvetően eszmei. Jár egy tábla hozzá, és azt szoktuk javasolni a nyerteseknek, hogy helyben teremtsenek alkalmat, tehát átveszik az országos tájház találkozón a táblát, de amikor elhelyezik a tájházukon, arra szervezenek egy eseményt, és akkor a helyi közösség tagjai számára is erősebb lesz az az érzés, hogy egy ilyen elismerést megkapott a tájház. Ami még jár az elismeréssel, az, hogy a Tájház Szövetség biztosítja, hogy általában májusban szokott lenni a múzeumok majálisa a Múzeumkertben Budapesten, és oda meghívjuk az év tájháza elismerést, az előző évben megnyert tájházat, és ott a szakmabeliek, a közönség, a látogatók számára is megmutathatják azt, hogy mit tudnak, akár saját tánccsoportjukkal, vagy egyéb csak rájuk jellemző sajátosságok megmutatásával. És ennek nagyon-nagyon szoktak örülni. Sőt, mi több, gyakran az utazás költségeinek térítésével, vagy egyéb módon az önkormányzatuk, a saját önkormányzatuk is hozzá szokott járulni ehhez a megjelenéshez. Ez 2020-ra vonatkozik, az évtájháza most kihirdetett elismerése, de mindent megteszünk azért, hogy a 2021-es év díjazottja is a megfelelő, most már a megfelelő időben, tehát az őszi időszakban és az országos tájház találkozó alkalmával vehesse át majd az elismerést. A Felpici Alapítvány elnöke Dombi Alajosné néhány hónapja 2020. szeptember 4-én vehette át az év tájház vezetője elismerést, így egy éven belül sikerült elnyerniük a Tájház Szövetség két rangos díját. Pályázatot hirdett Sziget Monostor a faluház igazgatói munkakörének betöltésére. A település a Szentendréhez tartozó szigeten helyezkedik el. A vezetői megbízás határozott időre 2021. május 1-től 2024. április 30-áig szól. A pályázat benyújtásának határideje 2021. március 5-e, péntek 12 óra. A többszörös bajnok Bologna FC egy szentendrei 17 éves fiút igazolt. Barta Botonda a szentendrei Szefi Elese csapatában kezdett el ismerkedni a labdarúgással. 2007-ben mindössze 4 évesen vitték le szülei Fitos József korábbi válogatott játékoshoz, vezetőedzőhöz a szentendrei pályára. 9 éven keresztül erősítette a Dunakanyari klubot és terelgették pályafutását városunkban, majd a Honvéd akadémiájára került. Barta tagja lett a Honvéd felnőtt csapat keretének is, nyáróta az NB3-as csapatban 15 mérkőzésen 2 gólt szerzett. Tegnap este Daniel Corrazzo, a Bologna FC menedzsere jelenlétében írta alá szerződését az olasz klubcsapathoz. Korábban a magyar labdarúgó közül a 61-szeres Détári Lajos és a jelenleg is aktív labdarúgó Nagy Ádám erősítette a talján klubcsapatát. Sok sikert kívánunk a fiatal labdarúgó pályafutásához! Végül a várható időjárásról. Csütörtökön sok lesz a napsütés, északon, északkeleten délután egy hidegfront hatására viharos lehet a nyugati, északnyugati szél. Napközben 8-16 fokig melegszik a levegő. Adásunk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat. Újra Szentendre hazavár, elindult a Rádió Szentendre délutáni műsora ettől a héttől. Juharfa, gesztenye, dió és birsfa is van azok között, amiket a csapadékvíz korszerűsítési munkálatok miatt ki fognak vágni a következő napokban. A többszörös bajnok Bologna FC egy szentendrei 17 éves labdarúgót igazolt. Ez volt mai hírmagazinunk a Szentendre ma. Híradóval legközelebb csütörtökön este 7 órakor jelentkezünk. Híreinket kövessék weboldalunkon is, a szentendre.media.hu/tv/Szentendrén, ahol akár élőben is nézhetik adásunkat. Ne menjenek messzire, mert kezdődik a Testőr című magazin műsorunk. A közösségi oldalakon is folyamatosan friss tartalmakkal várjuk Önöket. Munkatársaim nevében is köszönöm meg tisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra. Viszontlátásra!